Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr! Valóban a Törvényalkotási Bizottság ülésén nagyon súlyos kritikák fogalmazódtak meg. Nagyjából abban foglalható össze, hogyha egy mondatban szeretnénk, hogy kár ennek a javaslatnak a szakmai hátterét kutatni, ugyanis az nincs neki. Kizárólag politikai megfontolások vehetők figyelembe. Az, amit miniszter úr elmondott, az egész egyszerűen nem úgy van. Nem úgy van, de nem csak, hogy tényszerűen nem úgy van, hanem egész egyszerűen a politikai motivációja, a javaslat benyújtásának a motivációja egészen más. Kezdtük azzal, hogy először is nem kaptunk választ akkor sem, és ma sem miniszter úr arra, hogy miért kell ezt a javaslatot különleges eljárásban tárgyalni az országgyűlésnek. Ugyanis hogyha 27 évig ez a probléma fönnállt, mert körülbelül ennyi ideje alapították ezt az egyetemet meg, akkor miért nem tűrt volna ez még további vitát? Valószínűleg egyébként nem csak a sürgősség hajtotta önöket, hanem az is, hogy így 2x15 perc időkeretben beszorítható a történet, azaz a frakcióknak ennyi áll majd rendelkezésére, hogy ebben a témában, ami nem komolytalan téma, az álláspontjukat kifejtsék. Egységes volt az ellenzéki pártok véleménye abban a bizottsági ülésen, hogy ez a javaslat két dologról szól. Az egyik Soros Györgynek a megleckésztetése, akit ma a kormány az aktuális legnagyobb bűnbaknak tüntet föl a magyar politikában és közéletben. Voltak ilyenek már a rokadnyugdíjasok, voltak ilyenek már a bankok, voltak ilyenek már a multik, Brüsszel, stb. Most éppen Soros György. Ez az ő megleckésztetéséről szól az egyetemén keresztül. A másik pedig, hogy egy kormánynak nem kedves elveket valló oktatási intézményt lehetőség szerint a leggyorsabban tönkre tudjanak tenni. Most tisztelt képviselőtársaim, ahogy elhangzott ez a két indok, elhangzott vagy két felvetésnek az indokolása is. Egy, hogy érdekes, hogy pontosan ebben a klímában nyújtják be ezt a javaslatot, amikor még egyszer mondom, Soros György az aktuális bűnbak, holott egyébként nem csak, hogy 27 évig nem volt önöknek problémája ezzel az intézménnyel, hanem önök 7 éve kormányoznak. És érdekes módon az Orbán kormánynak az elmúlt 7 évében sem volt problémája a CEU működésével. A másik, tisztelt miniszter úr, hogy ilyen esetekben azért úgy szokás kezdeni, hogy leülnek tárgyalni. Erre ön utalt, bár egyébként ezt nem hallottam megerősíteni a CEU egyetlen illetékesétől sem, hogy érdemben erről a problémáról leülnek tárgyalni. Hogyha leülnek tárgyalni, akkor pedig az a módja ennek, hogy megpróbálnak egy közös megoldást találni. Azt ugyanis önök közül senki nem vitatta, hogy ez egy értékes intézmény, értékes tudást biztosít, egy komoly szellemi műhely, aminek a megtartása nemzeti érdek. Ha ez így van, akkor nem az lenne a normális dolog, hogy megpróbáljuk közösen rendezni a problémát, és megfelelő laufot adni arra, hogy esetleg ezeket a kívánalmakat az intézménybe tudja tartani. Ehhez képest a Törvényalkotási Bizottság ülésén mi történt? 2018 őszi hatályba lépést 2018. január 1-ére módosították, hogy még véletlenül sem tudjon ennek eleget tenni ez az intézmény. Nos, tisztelt miniszter úr, mivel megosztottuk az időkeretet, éppen ezért a felszólalásomban fogom majd a további érveket elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.